veszélyes vizekre evezek, méghozzá bolygóközi vizekre. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem az bátorította erre, hogy mostanában egy csomó ilyen komment meg üzenet jött, hogy hát én biztos proféta vagyok, mert csomó mindent előre megmondtam. Például a Beteg a világ című dalunk az 2 hónappal a járvány előtt született. A Vigyetek el-t idézték ide, ami egy 1980-as dal, és hát játsszuk most is, de ugye abban az van, hogy mindenki jól van, mindenki fél, mindenki jobban van, mindenkinél mindenki jól van, mindenki fertőz, mindenki bújtat, nincs hova, rejtőz. Ezt a karantént nem felejtem el, meg ezt a járványt nem felejtem el. Pont nem volt járvány akkor, hanem közérzet volt. Szerintem most is inkább közérzet van, de hát azért van járvány is. Sőt, hát a kedvencem az az, hogy ezt honnan tudtad pár nappal előre, hogy a Blahán fog szülni egy nő, és azt se tudtam, hogy miről van szó. Ez is 1980-as dal, a Bombonszi Bonci Múhevel számba írtam azt a verszakot, ami úgy kezdődik, hogy a Blahán ott szült meg engem az anyám. Na, ezután, bevezető után azt akarom mondani, hogy ugye úgy kezdődik majd ennek a refrénje, hogy akkor lesz úgy, de ez nem profécia, hanem hát egy dalszöveg, ez jutott eszembe, és a címe, hogy Halálcsillag, az sem valamiféle fenyegetés, hanem hogy sokkal inkább mondjuk egy gyermekfilmre való visszautalás, amit felnőttként is ugye nagyon szeretünk. Nyilván tudjátok, hogy a Csillagok háborújáról van szó, és ez pedig a 30. dal a megírtak sorában, február 9-ei, és hát szinte félelmetes, hogy a 49. ebben a játékban, hát mindjárt egy fél száznál fogunk tartani, ezt már tegnap mondtam. És akkor, igen, ennek van egy jó húzós alaptempója, de ez nem jelenti azt, hogy el kell hadarni a szöveget. Néhányan időnként beleestek abba a hibába, hogy mondtam egy metronómot, és mondjuk megdupláztak a tempót, és hát videót nem küldtek, de szinte láttam a törött nyelveket. Tehát Halálcsillag. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy kit milyen zene kap el, hogy ugyanazt az alaphangulatot érzik, amit én igyekszem mindig most már semlegesen mondani. Szóval lesz, hogy egyszer begorombulok és eléneklek valamit, de ez most nem az lesz. És ha a kisfiú a könyvet összecsukja, mert a vége előtt álmos lett nagyon, felébred és a történelmet tudja, mert az álma volt az utolsó lapon. Majd ha megtanítjuk arra, hogy ne öljön, majd ha rávezet, hogy ölnünk kellene, és a halálcsillag úrrá lesz a földön, majd ha mind ellene, aki nincs vele, akkor lesz úgy, ahogy azelőtt is volt, akkor lesz úgy, miképp a teremtés előtt. Lesz majd egy néma szertartás, a csillagporban röbdösnek a későn jövők. És ha a srác a könyvet kölcsön adja másnap, persze kitépte az utolsó lapot, és a szomszéd kislány láttán a pusztulásnak egyetlen könnyet még elszabadított, akkor lesz úgy, ahogy azelőtt is volt. Akkor lesz úgy, miképp a teremtés előtt. Lesz majd egy néma temetés a csillagporban, röbdösnek a későn jövők. Bár meg lehet túl korán ért rossz helyre, túl könnyen átjutott a tűfokán, mert akkor ott épp nem lesz téridő, és ha mégis, akkor nem lesz mérhető. Akkor lesz úgy, ahogy azelőtt is volt, akkor lesz úgy, miképp a teremtés előtt, lesz majd egy néma szertartás a csillagporban, röbdösnek a későn jövők. Megint ritmikai variációt mutattam, de bármi lehet. Dupla refrém. Akkor lesz úgy, ahogy azelőtt is volt. Akkor lesz úgy, miképp a teremtés előtt. Lesz majd egy néma szertartás a csillagporban.
röbdösnek a későn jövők. Tehát ez az utolsó ritmizálás adja magát, megint fölhívom a figyelmet arra, hogy a hangsúlyok azok a hangsúlyos szótagon legyenek, és ez nem jelenti azt, hogy a sor első szótagja mindig hangsúlyos, most csak nézem, hogy mondjuk első sor az ugye úgy van, ha olvassátok, vagy emlékeztek, hogy és ha a kisfiú a könyvet összecsukja, tehát az és ha az előrehozott, ütemelőrehozott hangsúlytalan, hát meg egy csomó majd, ha megtanítjuk arra, hogy ne öljön, majd ha rávezet ezek a hangsúlyok. Oké, tehát ez volt a halálcsillag, ami reméljük, hogy csak 2-3 dimenzióban jön el a téridőben, és a többi 91 dimenzióban sose jelenik meg, még álmaimban sem. De ez a kisfiú, meg ez a kislány, ez helyes, és van egy hangulata. Most nagyon régen olvastam, most valamiért ez nekem tetszik, de hát ez én vagyok, én írtam. Írjatok hozzá zenét, biztos az is fog tetszeni. Szevasztok, holnap találkozunk az 50. napfordulónkon, vagy miért? Ez másra van fönntartva az a szó. Szóval holnap jön az 50. dal. Zseniálisakat küldötök. Szeretem azt is, amikor egy kis óvodás vagy kisiskolás testvérpár mondjuk parodizálja még a csendet is, és marhára szeretem azt, amikor egy nagyon rátermett zeneszerző, aki már régóta nem csinált semmit, azt mondja, hogy hát leporolom a zeneszerkesztő szoftvert, és csinál egy dalt, hát az meg végtelen megtisztelő, amikor a Magyar Zeneszerzés Akadémiai professzorai küldik a dalaikat. Egyik jobb, mint a másik. Puszi, sziasztok!